Hello, hello! Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket a mai élünkben, aminek címe: Menő kifejezések filmekből. És bár az első részt adtam alcímű, tehát filmekből egy ennek a mai élőnek, azt el kell mondjam, hogy a 2020-as év utolsó élője ez. Viszont fogjuk folytatni a témát, hogyha úgy látom, hogy tetszik nektek is. Különben ez egy, ez egy borzasztóan izgalmas és szerintem hasznos téma sokaknak, és bízom benne, hogy, hogy tetszeni fog nektek is, és interaktívan részt vesztek. Ugyanis a mai élő, a mai live az úgy fog felépülni, hogy egy nagyon picit beszélnék arról, hogy, hogy szerintem miért fontos az, hogy filmeket is nézzetek egy bizonyos szint után angolul, és hogy hogyan, de ez tényleg csak ilyen pár percben, hiszen volt már erről élünk. És az elmúlt egy hétben csak két filmet tudtam megnézni, így angolul, viszont gyűjtöttem azokból elsősorban kifejezéseket és direkt úgy hegyeztem a fülemet, hogy tudjak a kezdőknek is adni olyan kifejezéseket, amik úgy gondolom, hogy a, a tudástáruknak fontos része kell, hogy legyen, és ezt fogom az első részben megmutatni, és a második felében pedig természetesen haladóknak is még izgalmasabb csemegékkel készültem, Frázisokkal ezekből a filmekből, amiket az elmúlt egy hétben láttam angolul, illetve a végére betettem egy pár nagyon híres idézetet is, nagyon híres filmekből is. És ami nagyon fontos, hogy a live, ahogy mondtam, interaktív lenne, ez azt jelenti, hogy lesznek feladatok közben, elsősorban titeket szeretnélek megdolgoztatni, lássuk, ki tudja ezeknek a kifejezéseknek a megfelelőjét, tehát kezdünk a könnyebbektől, és szépen fogunk durvulni egyre inkább. És még akkor egy pár gondolat, hogy kiknek szól ez a videó, akár akik utólag nézik meg. Hát egyértelműen azoknak, akik szeretnék a szókincsüket gazdagítani, de nem csak kifejezésekkel, hanem akár komplett egyszerű kis frázisokkal, mondatokkal is. És direkt úgy válogattam össze a kifejezéseket, ahogy említettem az imént, hogy kezdők is tudnak benne találni csemegézni valókat, tehát kifejezéseket, valamint haladók is. Azoknak is szól, akik már néznek filmet, hogy, hogy hát ha megtanulva ezeket a frázisokat szembe jön majd veletek is, és, és ti is gyűjthettek hasonlóakat magatoknak. Nyilván a, a filmnézés az, az, arról is szól, hogy élvezzük a filmet, tehát hogy ez nem tanulás elsősorban, de lehet uh, csinálni olyat is, amit én néha csinálok, hogy van egy uh, kis füzetecske mellettem, és akkor ott, uh, ott jegyzetele ki azokat a frázisokat, amiket mondjuk meg szeretnék tanítani a tanítványoknak, vagy olyan is van, hogy, hogy egyszerűen nekem új, és, és én nézek utána. És egyértelműen, ha valaki nagyon az elején van a tanulásnak, akkor a filmnézés még nem neki való. De azért érdemes már ismerkedni ezzel a móddal is, ugyanis. Én, én úgy gondolom, hogy a szélsőségek sosem jók, tehát hogyha csak egy dologra fókuszálunk, és azt ilyen addiktív módon üzzük, az, az nem feltétlenül van rendben. Tehát itt arra próbálok utalni, hogy aki csak filmekből tanul, lehet, persze, de én azt gondolom, hogy a tudatos tanulás is fontos, hogy ne csak így felszeregessük magunkra a nyelvet, hanem, hanem gyűjtsük tudatosan, és tudatosítsuk, hogy mit miért úgy mondunk, miért úgy használjuk. És pontosan ezért, hogy mondtam, aki még nem néz filmet, neki szeretném meghozni az étvágyát ehhez. És a hát természetesen azoknak is szól ez a mai élő, akik szeretnének újat tanulni, és hogy mondtam, interaktív lesz, tehát akár felmerülő kérdéseitek vannak a, a diákkal kapcsolatban, amiket készítettem, akár uh, nektek is eszetekbe jut olyan frázis, mondat, híres idézet, amit uh, valamilyen filmből tanultatok, hallottatok, rátok ragadt, bátran osszátok meg, jó? Na és akkor mielőtt kezdjük a kezdőknek a faladatokkal, ezt gyorsan elmondanám, ahogy ígértem, hogy hogyan érdemes filmet nézni. Már ezt sokszor hallottátok tőlem, én nem esküszöm egyáltalán arra, hogy angol szöveg, magyar felirat, tudom, hogy sokan így nézik a filmeket, és ennek az az oka, miért én ezt nem annyira pártolom, mert az emberi agy az úgy működik, hogyha gyakorlatilag van két nyelv, amire fókuszálnia kell, mindig azt választja, amelyiket jobban ismeri. Tehát kvázi az anyanyelved. Nem azt mondom, hogy rossz, de, de korán sem lesz olyan hatékony. Van több módja, amit szoktam javasolni. Egyértelműen, hogy a filmnézést ott érdemes elkezdeni, hogy kiválasztod azt a filmet, amit te már nagyon-nagyon sokszor láttál magyarul, és megnézed angolul ezek után, hiszen ismered a történet vonalát, a storyline-t, illetve lehet, hogy egy csomó dolgot már kívülről tudsz, és akkor sokkal könnyebb követni. Ugyanakkor fontos, hogy föltedd az angol feliratot ilyen esetben. Tehát több érzékszerven keresztül történik az input, tehát az információ bevitel, azaz hallod a füleddel a kiejtést, a beszédet, látod a szemeddel a szöveget, és hiába azt gondolod, hogy én csak az egyikre tudok fókuszálni, nem igaz, mert a háttérben a másik érzékszerv is működik, és úgy tudod bevonni akár a harmadikat például az, hogy a cselekvést, a szádat is mozgast, hogy néha megállíthatod a filmet, és elismételheted, amit láttál. Nyilván tudom, hogy ez lassítja, de miért ne? Lehet közben ilyet is csinálni. Jó, tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy ha elindultok, olyan filmmel kezdjetek, amit már nagyon sokszor láttatok, ismertek magyarul, és most megnézitek angolul, angolul, angol felirattal, és ha kell megállítva, ha kell megnézed többször. Még talán működik az is, de én, én, ezt csak így elejteném így az elején, hogy megnézed magyarul és utána angolul, de, de ezzel kvázi ugyanazt csináljuk, mint az előző esetben, hogy magyar felirat angol hang. Úgyhogy azt ne várjuk el magunktól, hogy a filmnézés az így bekattan egyik film után a másikra az értés tekintetében. Ez egy több hónapon áttartó folyamat, amíg, amíg flóba kerülsz, tehát áramlatba kerülsz, hogy, hogy értsd is, amit, amit hallasz. Nagyon sokaknak nem szokott sikert hozni a filmnézés, mert nem tudnak flóba kerülni, nem értik, teljesen elvesznek, akkor nyilván ott a módszerrel is lehet baj, de nem mindenki van még készen arra. Sorozatokkal is lehet kezdeni, megint csak olyannal, amit már nagyon sokszor láttál, és akkor azokkal indítasz. Eleve rövidebbek, 25-30-45 percesek akár. Úgyhogy szépen fokozatosan érdemes haladni ebben is. Jó? Tehát ez egy pici kis módszertan lett volna akkor ide nektek. Na és akkor vágjunk bele. Jó, nézzük ezeket a kis menő kifejezéseket, amiket gyűjtöttem nektek, és akkor most csapjunk át az interaktív vizekre, evezünk, és szeretnélek kérni titeket, hogy itt, amiket majd fogtok látni, tehát több kifejezést is hoztam, és kezdő, tényleg a kezdőbe kell, írjátok meg, megyünk sorba, hogy akkor melyiknek mi a megfelelője. Nyilván be fogom rakni én is aztán közben, ahogy haladunk előre a megfelelőket, de, de kíváncsi vagyok, hogy ki ismeri már ezeket. Nagyon sokan, nagyon sok szinten vagytok, tehát nyilván ezt innen a kamera mögül nem tudom, hogy kinek mi a szintje, úgyhogy, úgyhogy hajrá, csapjunk bele! Itt az első! Leave me alone! Biztos hallottad már, vagy láttad már, ha pedig még nem, akkor ezt mindenképpen jegyezd meg, hiszen ezt nagyon sokszor használjuk. Mit jelent ez? Ti ösztök! Leave me alone! Nyilván ezt szó szerint is lehet értelmezni, de ezek általában többnyire frázis, idiomatikus jellegűek. Hát ezek most pont nem idiomák, hanem kicsit ilyen frázisok, kifejezések. Na, kifejti meg, jó? Ez lesz az első, közben mondom a többit is, és bátran akkor írjátok, hogy, hogy az mit jelent. Jó? Hogy bevonjalak titeket is egy kicsit. Take care! Ő lesz a második. A harmadik, God knows who. Oké? Okay? God knows who. A negyedik a, a what a joke what a joke, és az ötödik, I mean it, I mean it. Na most ezekben az a közös, ha megnézitek, hogy nagyon rövid, ugye ilyen nyúlfartnyi rövidségűek, kvázi emiatt könnyű őket megtanulni, könnyű őket megjegyezni, nem bonyolult a felépítésük, a nehézséget az okozza, hogy általában nem szó szerint fordítjuk le őket elemekből. Na, annak közben írja is, leave me alone, hagyjál békén, így is lehet fordítani, így van, abszolút. Uh, nagyon jó. Uh, így van. Szuper, írjátok többen, hogy hagyj békén. Nagyon jó. Gyakorlatilag nem csak azt jelenti, hogy hagyj békén, hanem, hanem, amikor, tehát így szó szerint is, hanem amikor valakit le akarsz rázni, és mondod neki, hogy na, most már tűnj innen, live me alone, tehát hagyjál egyedül, hagyjál békén, így van. A take care pedig a vigyáz magadra, pontosan, ugye ezt elköszönésnek is használják, take care, vigyáz magadra. Mi a helyzet a harmadikkal? God knows who. Őt hogy fordítanátok? Közben viszem át a dián jelentéseket. Tehát ezt a take care tessék nyugodtan arra is használni, hogy bye, take care. Biztos, hogy ezek látjátok, nem bonyolultak, nem nehezek, de remélem, hogy találok majd, ahogy megyünk diáról diára egyre nehezebbeket. A harmadik, God knows who, ez mit jelent? Illetve a negyedik, what a joke, hogy fordítanátok? És I mean it, I mean it, őt hogy fordítanátok le. Közben, amíg írtok, illetve gondolkoztok, addig elárulom nektek, hogy ezeket kettő filmből gyűjtöttem a héten, mondtam, hogy két filmet megnéztem angolul, hogy, hogy gyűjtsek frissen kifejezéseket. Az egyik az a, az a The Shack volt, ez a Viskó, ha nem láttátok, meg javaslom a könyvben is, nagyon jó filmben is. Kicsit ilyen spirituálisabb film. A, a másik az pedig Revolutionary Road. Ez volt a címe, Revolutionary Road. Ennek nem tudom a magyar címét, de fantasztikus film volt. Ez is, is azt gondolom, hogy nagyon aktuális most itt a, a karantén idejében. De nem lövöm le, miért. Na és közben írjátok is a harmadiknak. Edina is helyesen, Anna is helyesen, Jod is helyesen. Így van, God knows who. Isten tudja ki. Isten tudja ki, csoda. Jó, kérdezi Anna, hogy, vagy írott, hogy what a joke, viccelsz? Nem, nem, az a are you kidding, are you joking, az lenne a, a viccelsz. Nem, itt, uh, itt másról van szó, úgyhogy még várom a megfelelő, vagy a helyes megfejtést. Közben berakom itt ennek a megfeleltetését, többiek, what a joke, ez egy felkiáltás. És akkor a, az utolsó, azt Anna jól írta, I mean it, Őt már meg is fejtette ügyesen. Igen, így fordítjuk, hogy úgy gondolom, én tényleg úgy gondolom, te ugye azt írtad, hogy úgy értem, így van, úgy értem. Igen, így is lehet fordítani, és nagyon sokszor amúgy ennek az a, az a megfelelője, hogy tényleg úgy gondolom. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen megerősítésre is használható kis szöszenet, mondatocska. Például azt mondod valakinek, hogy mm, I love your new dress imádom, tetszik az új ruhácskád, és akkor azt mondja, really? Yes, I mean it. Tehát tényleg úgy gondolom, ez, ez egy nagyon kis egyszerű kis uh mondat, de nem csak arra használjuk, hogy úgy értem. Így rövid válaszként. Hogyha folytatod így, hogy I mean you're nice, akkor, akkor oké, és hogy úgy értem. De így röviden, amikor csak egy megerősítésként oda pattintják filmekben és beszélgetésekben, akkor ez az úgy gondolom. Na és akkor közben megfejtettétek, így van a, a négyest, és what a joke, így van, micsoda poén, micsoda vicc, így van, így van szuperek vagytok. Na látjátok, ezek még nem voltak uh, olyan nehezek, de azt gondolom, hogy, hogy azért uh, lehet, hogy itt is találtatok valami újat. Tehát micsoda poén, micsoda vicc, ez aztán vicc, én azt írtam, hogy mekkora poén, mekkora vicc, kvázi ezek, ezek ugyanúgy működnek, használatosak. Még menjünk tovább akkor. Aha, a szabadság útjai, ez lesz a címe. Igen, 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 ott van Leonardo Di DiCaprio, meg, meg Kate Winslet játszott benne. Köszi szépen, Edina, így van. Revolutionary Roadból gyűjtöttem ezeket mind-mind-mind, a fú, az első ötliának az anyagát tuti, illetve The Shack a, a viskóból. Jó, köszönöm, ha belinkeled azt is. Köszönöm, köszönöm. És akkor nézzük a következőt, mutatom őket is. I was scared, ezek sem lesznek bonyolultak. Mit jelent? Írjátok, várom a jelentést. Kettes. Van, akinek meggyűlik a kiejtéssel, a ennél a szónát, de nagyon gyakran használjuk. I appreciate this. Appreciate középen nyomod meg, nagyon gyakori. Mire használjuk? I appreciate this. Fogod hallani. Használ te is. Do me a favor. Ő a harmadik. Do me a favor. Amerikai spelling betűzésben nincsen U betű amúgy, csak a britben. A négyes. I swear to God. Ő mit jelent? És az ötös. Yeah, kind of. Na lássuk, és meg is jött az elsőre a helyes válasz, így van, I was scared, írja Anna nekünk egy pillanat, így van, féltem, pontosan, pontosan, But I was scared, féltem, ez a megfelelője, használjátok, nem csak az, hogy I was afraid, I was scared, szó szóval szerint meg voltam ijedve, azaz féltem, így van, megijedtem, így van, Jodírja. írja ezt is, mind a kettő teljesen rendben van. I appreciate this, őt hogy fordítanátok, illetve remélem megpróbáljátok kiejteni ti is, ha még nem használtátok, tehát appreciate, ott középen nyomod meg, mit jelent, illetve a következőkre is akkor bátran írjátok a megfeleltetéseket. Ezekben is látjátok mind megint csak az a közös, hogy rövidek, velősek, Viszont nagyon sokszor elemekből nem értelmezhetőek. Például ez a do me a favor szó szerint abszolút nem, nem működik. Nagyon jó, Anna, meg is írta nekünk az appreciate-nek a, a, megfelelőjét. Így van, ez a nagyra értékelem, nagyon értékelem, tehát ez egy köszönési forma, kvázi, hogyha azt akarod mondani, hogy nagyon köszönöm valamiért, nagyon-nagyon így hála is van benned, és nagyra értékeled az, hogy valakit tett érted valamit, akkor bátran használd, jó? Tehát a appreciate this, nagyra értékelem, nagyon köszönöm. Bingo, pontosan. Tiszteletben tartom, nem, 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 arra nem használják, arra nem jó, az nem, de viszont, a, ahogy írta ügyesen Edina is, és Anna is, ez a, ez a nagyra értékelem, köszönöm. Tehát tényleg a thank you helyett bátran használhatjátok, I appreciate your help, I appreciate it, tehát bármelyikkel lehet használni. És akkor írjátok a hármasnak, do me a favor, hú, nem is tudom, ki volt a leggyorsabb, de így van, tegyél nekem egy szívességet, tégy egy szívességet, pontosan ő lesz a megfelelője, ügyesek vagytok, szuper. Tehát azt mondja az angol, hogy csinálj nekem egy szívességet, na erre mondtam azt, hogy, hogy ezt így nem használjuk szó szerint, nem fordítjuk le, tehát tegyél nekem egy szívességet, ügyes. És akkor a négyest is megfejtettétek, I swear to God, Istenre esküszöm, ugye, amikor oda teszed a kezed a szívedre is, és mondod, de tényleg Istenre esküszöm, akkor ezt használják. I swear to God. Nagyon jó, nagyon jó, ezt is ismeritek, szuper. Különben az az érdekesség a swear ez egy nagyon-nagyon <több>, több arcú igen. Miért? Hát egyrészt azért, mert Két dolgot jelent, azon túl, hogy esküdni valakire valamire, például Istenre, swear to God, káromkodni is jelent. Itt egyértelmű, hogy, hogy nem káromkodás, tehát ez is uh, ki fog így jönni. Így van, így van. Szuperek vagytok. És akkor az utolsó, ez a yeah kind of, amit amúgy majd a, az egyik következő dián máshogy is fogok írni, szlengesebben, egy, uh, egy megerősítésre szóló kis uh, szösztenet, tehát amit írtok, hogy igen, olyasmi, pontosan vagy, igen, valahogy, valahogy úgy, pont így fordítjuk, nagyon ügyesek vagytok. Tehát, ha valamivel kapcsolatban azt érzed, hogy nem pontosan tudnál azt megmondani, ezt a dolgot, például, do you like ice cream? És hát van, amiket szereted, van, amelyiket nem a fagyikból, és akkor erre például mondhatod azt, hogy yeah, kind of, igen, hát olyasmi, aha, vagy did you get home on time, hazaértél időben? Yeah, kind of. Hát olyasmi, ugye? Na, tehát ezt, ezt a kind of, ezt akár így, yes vagy jelvel, yeah abszolút, abszolút használhatjuk. Oké, okay, na hát nagyon vágjátok a témát, nagyon örülök és írtátok többen is a megfelelőket, így van Edith, igen, valahogy, valahogy úgy. Nézzük akkor a következő diát, és akkor kezdünk egy picit nehezíteni, nézzünk egy pár haladóbb kategóriát, jó? Felolvasom akkor ezeket is egyesével, és akkor itt is várom, hogy ki ismeri ezeket, jó? Ezek is még mindig ebből a két filmből vannak, a Revolutionary Road-ból és a The Shackből. Uh, sekk, kával a végén nem gével, ha valaki <laughs> mosolyogna magában. Jó, itt az első. Just for the time being. Hallottátok-e már, ismeritek -e ezt? Mit jelent? Just for the time being. Aztán ott van a quite frankly, ez a frankly, ez inkább Amerikában használatosabb kifejezés, a brittek nem annyira tolják, nem annyira használják. I must be off, ő lesz a harmadik. Can you be that? A negyedik. És akkor itt az ötödik, it's getting kind of late. It's getting kind of late. Um, na itt a kind of, amit az előbb mondtam, szlengesen, kind of, így ejtik, és így is írják, tehát ahogy látjátok a dián, kind ez a kind of, ezt már itt elárultam nektek. Na melyik mit jelent, jó? És amíg gondolkoztok, írtok, Azért nehezebbek ezek már egy picit, mert, mert nyilván um, van, amelyik hosszabb, például Just for the Time Being, illetve nagyon sok olyan van köztük, ami, ami sokkal elvontabbnak tűnik, mint, a, mint az elemekből, ahogy összerakná. Tehát, hogy nem lesz semmi köze a első ránézésre, benne van az, hogy the time, de nem lesz az időhöz köze, legalábbis a megfeleltetésében. Mire használjuk ezt Just for the Time Being? Jó, ez az első. És akkor írja is Anna, így van. Nagyon jó. Csak egy kis időre. Pontosan. Én jobban szeretem azt a, azt a megfelelőt ennek, hogy csak egyelőre. De valójában neked is igazad van. Tehát csak egyelőre, just for the time being, csak egyelőre maradok itt. How long? For, for how long will you stay? Meddig fogsz maradni? Well, just for the time being. Csak egyelőre. Vagy ahogy Anna írta, egy kis időre. Pontosan. Írja a kettest, Edina, ha jól tudom, te Amerikában is élsz, ugye? Quite frankly, így van, egész őszintén, egész őszintén. Nagyon jó, nagyon tetszik, szép, ez még szebb, mint ahogy én fordítottam. Hármas, I must be off, így van, Edina, mennem kell, így van. És írtad Anna őszintén szólva, nem, nem, a quite frankly-t azt, azt elég őszintén, egész őszintén, jobban tetszik amúgy az Edinának a fordítás, az az egész őszintén. Hát nagyon hasonló a kettő, de őszintén szólva so, ez a to be honest, to tell the truth. Ez pedig, uh, hát őszintén, elég őszintén, egész őszintén az a, az a nagy igazság. Tehát egy picit inkább így használjuk: quite frankly, I can't come, egész őszintén nem tudok jönni. Tehát nagyon hasonlít a kettő a to be honest-tel, de, de nem pont ugyanaz. És az I must be off így van, ezt is megfejtette, azt hiszem Edina írta, nagyon jó, ez a mennem kell. Tehát itt az off, két F fel, az, az, el kell indulnom, mennem kell, arra használják, így van, írtátok többen is, szuper. Mi a helyzet a négyessel? Can you be that? Ez minek feleltethető meg, illetve it's getting kind of late, az ötös. Jó, írod, Edina, még egyszer Angliában éltem, négy évig, hét éve már itthon vagy, oké, okay, köszi, bocsi. Tudtam, hogy valahol külföldön voltál, de nem volt, akkor ezt pontosan megköszönöm, hogy leírtad. Na, can you be that? Itt a beat az szlenges használata lesz, annyit elárulok, jó? Mert ugye a beat az ütni, de ez itt nem ütni, jó? Ismeritek-e? Can you beat that? nagyon vagány kis kifejezés, vagy hát menő kifejezés, tényleg olyanokat próbáltam gyűjteni, és it's getting kind of late szintén egy picit szlenges lesz. Irodági, hogy meg tudja ezt verni, nem? Hát attól függ, mire gondolsz, mert tehát itt nem megverni, írod te is, Jodi, nem szó szerint fordítanám le, nem. Ezt arra használják, hogy tudod ezt überelni. Ugye van ez az überelni, ez egy, azt hiszem, hogy németből származik ez a szó. Mit is jelent ez, hogy ugye überelni? Tehát, hogy így van, így van, írja Anna, is közben megfejtettétek. És tehát ezt, ezt arra használjuk, amikor mondasz valamit, például, hmm, nem tudom, I have ten children, van tíz gyerekem, nyilván nem igaz, can you beat that? Tudod ezt überelni? Tehát amikor így rá akarsz tromfolni, nagyobbat akarsz mondani, I can beat that, arra használják szlengesen, jó? Tehát ez tök jó kis kifejezés szerintem. A fel tudod-e fogni az más, edina, az a can you get it, uh, do you dig that, tehát az az is egy picit más uh, kifejezés lesz, jó? Tehát can you be that, tudod ezt überelni, jó? Ha tudtok erre jobb magyar kifejezést mondjátok, jó? És akkor az utolsó, az közben beírtam, véletlenül elküldtem nektek, uh, amikor a getikét így folyamatosban használjuk, it's getting, és mögé teszel egy melléknevet, lét, az mindig azt fejezi ki, hogy valamivé válik, valamilyen kezd lenni valaki. It's getting late, kezd késő lenni, ugye? Későre jár az idő, így is mondhatnám. It's getting kind of late, kezd késő lenni. Nem fordítjuk le, látjátok, mindig ezt a kind of, de benne van, hogy hát olyasmi, jó, olyasmi. Ugyanakkor ezt a it's getting, ez bármilyen más, hát nem bármilyen, de nagyon sok más melléknével is használhatod. I'm getting sleepy. Kezdek álmosodni. I'm getting bored. Kezdek unatkozni. Jó? Úgyhogy ezt így folyamatos alakban nagyon sokat lehet hallani, és használjátok is sokat. Jó? És akkor mutatom a következő diát, menjünk tovább, még vannak itt nagyon kis izgalmas kifejezések, reméljük mindjárt átmegy a dia. Na mutatom az elsőt, ez a we will figure out what to do. Na most, amikor a, a we és a will, jövő idő will, rövidíteni akarod, úgy fogod ejteni, will, will. Tehát we'll figure out what to do. Nagyon sokszor nem is hallod. Jó? Tehát egy, egy kicsi elbetűt hall, hallunk, és onnan tudod, hogy ez jövő idő. We'll figure out what to do. Az amerikai figure, mond a brit figure, out. Na, ez mit jelent? Jó? Hogy fordítanátok le ezt is a... a ez pont a revolutionary road volt. Akkor a, a második, everything makes sense. Ki ismeri ezt? Ez is ez a make sense, nagyon gyakori. Hármas why the hell not? szlengesít nyilván a filmek topzódnak a szlengben. A négyes, it's none of my business, és az ötös, at least for a while. Na lássuk, melyiket ismeritek, írjátok meg a jelentéseket, és, és, látjátok, hogy ezek sem annyira vészesek, hiszen, hiszen biztos, hogy sok elemét ismeritek a mondatnak, de érdemes egyben mondat szintjén, panel mondat szintjén megtanulni őket. Így van. Edina még, még meg is írta az elsőnek a helyes megfelelőjét, kitaláljuk, hogy mit tegyünk. Így van. Tehát ez a figure out, ezt, ezt elsősorban arra használjuk, hogy kitalálni valamit. Tehát ö, kiötöljük. Én ezt a, ezt a szót írtam ide a magyar megfelelő, de ez ugyanaz, jó? Tehát kitaláljuk, kiötöljük, hogy mit tegyünk, vagy hogy mit évők legyünk. Ez ugyanaz. És az az izgalmas, nagyon-nagyon szép szerkezet, amikor egy um, kérdő név más, ugye ez itt vonatkozó név más, what, utána egy tut teszünk. Tehát, hogy nem úgy folytatod, hogy what we should do, mert az hosszabbítaná a mondatot, és tudjuk, hogy az angol nyelv lusta nyelv. Rövidítjük, hiszen már a we úgyis benne volt a mondatban, egy sima tüval tudod folytatni, oda csapod mögé az igét. We'll figure out what to do. Majd kiötöljük, kitaláljuk, hogy mit évük legyünk. Így van, nagyon szuper a figure out, phrasal verb, tehát egy ilyen frazális ige, ezek azok, amiket uh, érdemes uh, szókapcsolatokban is akár tanulni. A kettes, everything makes sense, különben ezt használják így is, hogy yeah, makes sense, vagy it makes sense, csak sokszor már kisdobják a mondatokból az it szócskát. Why the hell not? Ugye ő a hármas, erre is várom a megfelelőt. It's none of my business, ő mit jelent, és az ötös, at least for a while. Nagyon örülök, hogyha akár a videót nézve hangosan próbálod ismételni, illetve ismétled a, a mondatoknak a kiejtését. Jó, everything makes sense, írod edina, hogy minden jó lehet, szóba jöhet, működhet, nem? Nem? Más valaki? Nem ezt jelenti. Ez, ez egy picit mást jelent, úgyhogy ez. Zzz. Nem estél ki a játékból nyugi. Többiek? makes sense? Nem, nem ismeri? nem Senki? biztos van olyan, írjátok meg. Jó, tehát ez a make sense, ez, ez a van értelme. Ha valaminek van értelme, nagyon-nagyon gyakran használjuk, hogy aha, it makes sense, abszolút érthető, ennek van értelme, Így, everything makes sense, mindennek van értelme. Ha valakinek mondasz egy, egy nyakatekert mondatot angolul, ami lehet, hogy a magyar mondatszerkesztés meg gondolkodás mód szerint lett felépítve, akkor rád néznek, és azt fogják mondani, sorry, it doesn't make sense. Tehát bocsi, ennek nincs értelme. Jó? Tehát tagadásként is használjuk, it doesn't make sense. Nincs értelme. Jó? Tehát ő is egy izgalmas. Ismeritek-e a többit? Why the hell not? Ugye ez egy, ez egy kicsit inkább amerikaibb slang. Szinte szó szerint van, de, de nyilván nem pokolnak fordítjuk ezt itt. És mi a helyzet a négyessel? It's none of my business, ismerjük el, illetve az ötössel, at least for a while. Még egy picit várok, és ha nem, akkor elárulom, jó? Különben a metodikájához addig gyorsan elmondanám, hogy ezeket úgy tudjátok legjobban megtanulni, hogy miután megértetted, hogy mi a megfelelője, balagyfélteke pipát kap, akkor utána elkezded gyakorlatilag hangosan ismételni, és elképzelni azt a szitut, amikor te azt használnád. Minél jobban a saját életedbe bele tudod illeszteni az ilyen kifejezéseket, tényleg ez, ez egy ilyen belső munka, hogy hogy belül elképzelem, annál inkább a jobb agyfértekét is kap egy képet, elképzelet, kép, képet teszel mellé, és akkor már is könnyebben megjegyzed, de fontos a hangos ismétlés, hangos tanulás is. Ez az, Edina megfejtette a hármast, why the hell not, mi a fenéért ne? Így van, ez is tök jó megfeleltetés, én, én úgy írtam, hogy mi a francért ne, de mi a fenéért nem? abszolút ugyanaz, jó? Tehát látjátok, ez itt a magyarból is, magyarból is átjön az, hogy ezért ez egy slang. Zsuzsi, nem maradtál le semmiről, még van egy csomó diánk, úgyhogy, hát nem csomó, de még van egy pár, úgyhogy gyere, kapcsolódj be te is a játékban. A feladat az, hogy mutatom ezeket a kifejezéseket, amiket gyűjtöttem itt a filmekből a héten nektek, és fejtsük meg, nyilván örülök, ha ti fejtitek meg, hogy melyiknek mi a megfelelője. It's none of my business, a következő, várom a megfelelőt, hogy milyennek a jelentése. És nyilván aztán majd nektek lesz ezekkel dolog otthon, hogy ezeket megtanuljuk. Természetesen a diákat meg fogjátok kapni hétfőn azok, akik fel vannak iratkozva a hírlevelünkre, de erről majd még szólok. Na, négyes, így van, ez nem az én dolgom, pontosan. Tehát a It's None of My Business, ez jelenti, hogy nem az én üzletem, nagyon fontos, hanem nem az én dolgom. Pontosan, nagyon ügyes vagy. Nem csak a. Nem csak a májjal használhatod, it's none of my business, hanem it's none of your business, it's none of, none of her business, jó? Így van. Tehát ez nem az én dolgom. És akkor az utolsó, Edina meg is írta az utolsót is, szuper, ügyes vagy, egy kis időre, legalább egy kis időre, ugye az at least, ő a legalább minimum, és a for a while az egy kis időre. Tehát maradj legalább egy kis időre. Stay at least for a while. Jó, például egy ilyen szituba simán mondhatod ezt is. Ügyesek vagytok, bravo! <laughs> Örülök. És akkor nézzük a, az utolsó, előtti diát. Itt is lesz egy pár izgalmas, úgy gondolom. Uh, illetve itt már a második, az első kettőt még a, még a filmekből gyűjtöttem, viszont utána a maradék hármat pedig. Uh, nagyon híres filmeknek a híres filmidézetei lesznek. Biztos, hogy sokat felfogtok ismerni belőle, az is lehet, hogy sokat láttatok és hallottatok is. Na itt az első, felolvasom először mindegyiket, és akkor várom sorrendben, jó, a megfeleléseket, hogy melyiknek mi a megfeleltetése, jó, a jelentése. Did you make up your mind? Ő az első. How pathetic is that? Ő a második. Pathetic, nem egy könnyű szó, középen pöfe. Go ahead, make my day, ez a, majd mindjárt belemegyünk egy picit. There's no place like home, ő lesz a negyedik, és I'll be back, mondja Schwarzenegger a Terminátorban. Na, álljunk, melyiket ismerjük? Kezdjük az első kettővel, jó? Amit még én hoztam itt a shack, the shackből, illetve a revolutionary roadból. Did you make up your mind? Ez egy um, phrasal verb, tehát egy frazális, igen. Mit jelent ez? Ki ismeri fel? Ki, ki, ki tudja ennek a megfelelőjét? Illetve how pathetic is that, ami egy felkiáltás? Én ezt a pathetic-igét nagyon sokat hallottam Angliában a, a vendégektől, ahol dolgoztunk, nagyon sokszor használták az időjárásra is, meg ilyen hát, szomorú dolgokra, de de, de többet nem súgok, jó? Gondolkozzatok. Na, van-e meg, van -e megoldásunk? Várom még mindig, hogy írtok -e és ugye ezek már egy picit komplexebbek, ahogy látjátok. Én amúgy arra törekedtem, hogy, hogy tényleg olyan használható kifejezéseket hozzak nektek, amik, amiket, uh, amiket a köznyelvben bármikor fogtok ti is uh, hallani, illetve remélem fogtok használni. Így van. Jody, ez az. Did you make up your mind? Elhatároztad? Így van. Eldöntötted? Elhatároztad? Így van. Szuper vagy. És igen, Zsuzsi, igazad van, a make-up, az kisminkelni, de a make-up your mind, az már nem. Tehát, ha mögötte van az, hogy make-up your mind, az nem azt jelenti, hogy de az elméd, ugye? Elgondolom, poénnak szántod, de de hogy, hanem ez egy kifejezés. Make-up your mind, az, az határozd el magad, az, az döntsd el, hogy mit akarsz, ugye? Döntöttél, határoztál, elhatároztad magad? Így is fordíthatnám, nagyon ügyes. How pathetic is that? Nem jött erre sem megoldás, úgyhogy akkor mutatom én, lássuk, hogy írtatok-e. Pathetic, siralmas, amikor egy how után egy melléknevet teszek, és felkiáltójával van, tehát az intonáció How pathetic is that? Tehát nem kérdés, hanem felkiáltás akkor az ott, az ott, mindenképpen ilyen mennyire, milyen jelentéssel bír ebben az esetben a how. Tehát how pathetic is that? Úristen, milyen siralmas ez, jó? Milyen siralmas. Ezt használhatod az időjárásra, a valakinek az életére, hogy siralmas, de az ételtől kezdve a, nem tudom, a, az árakra, a szitukra, nagyon sok mindenre. Jó? Hogy használjátok bátran. És akkor végül itt van egy pár érdekes kifejezés idézet, híres filmekből, a Sudden Impact, nem tudom, láttátok-e az igazság útja, egyik híres idézet, amikor Go ahead, Make My Day, Stuckerrel a kezében aztán ezt a Szemintisztút mondja ezt a híres mondatot. Mit jelent ez? Aha, ez az, Zsuzsi meg is írta, így van. Gyerünk, dobd fel a napom. Super vagy. Nyilván itt a, a, filmben ez egy érdekes, hogy kicsit irónikusan is mondja ezt a Stukerrel a kezében. Tehát, na gyerünk, dobd fel a napon, make my day, nyilván nem szó szerint fordítod le, hanem, hanem alapvetően ez egy kifejezés. Csak bátran, írja Zsuzsi, nagyon jó, így van, csak bátran a go ez is egy nagyon jó megfeleltetése, dobd fel a napon. Aztán ott van a híres film, az Óz, a nagy varázsló, biztos láttátok valamelyik verzióját, The Wizard of Oz. Ez a, ez a There's No Place Like Home, ugye, amikor Dorothy mondja ezt visszatérve. Mit jelent? There's no place like home. Biztos vagyok benne, hogy ezt már hallottátok, és ezt annyira híressé vált ez a, ez a mondat, hogy már ilyen kicsit közmondás jelleggel be is került a, a szó használatba, a köznyelvbe mindenütt jó, de legjobb otthon, így van, mind a kettő szuper, így van, ő ezt jelenti, uh, ugye ezt, ezt is tudjátok bármikor használni, amikor, amikor homesick van, tehát ugye uh, honvágyunk van, és, és akár hazaérve is mondhatjuk ezt a home, sweet home, egy kicsit hosszabb verzióját, there's no place like home, tehát mindenütt jó, de legjobb otthon. És az utolsó, Terminátor, Uh, ugye Schwarzenegger, mikor mondja a végén, nagyon híres jelenet, I'll be back. <laughs> Bocsánat, nem tudom az ő hangját utánozni, de ugye egy nagyon kemény figura. Mit jelent I'll be back? Ugye az I will, rövidítve ejtve, I'll, és meg is írta. Zsuzsi a helyes válasz, így van, I'll be back, visszatérek. Így van, visszatérek, és ugye aztán vissza is tért Terminátor 2-ben. Jó, I'll be back, és ezt, ezt, te is használhatod például, amikor nyilván nem ezzel a hangkordozással, ahogy Schwarzenegger mondta a filmben, leszaladsz a boltba tejért, kenyérért, ugye, vagy nem tudom, zöldségért, és akkor mondod, I'll be back, <laughs> kimész az irodából, mert el kell intéz valamit, mondhatod, I'll be back, jó? Tehát, egy nagyon gyakori. Használjátok! És akkor itt az utolsó részünk, um, amik uh, szintén híres idézetek, kezdjünk egy Forrest Gump idézettel, nagyon szeretem a filmet, remélem ti is. Mama always said, life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. Ugye, ez, ez, ez micsoda, mit jelent, írjátok meg. Aztán a második, itt most csak négy lesz, uh, uh, you make me want to be a better man nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet, ez good, ez it gets. Ugye, magyarul ez a lesz, ez még itt sem. Jaj, nem itt eszembe a... Itt van előttem a színész, de nem itt eszembe a neve, segítsetek. Hm. Jó, lapsuszom van, nem itt eszembe. Endbetűs, na mindegy, segítsetek, kimondta ezt. Mit jelent? Mert ugye most itt ez a lényeg, nem is az, hogy kimondta, de ez egy nagyon szép kis romantikus komédia, egy, egy vicces része ez, amikor mondja, you make me want to be a better man. Aztán a csajok, csajos film, az Ördög Prádát visel, The Devil Wears Prada, abban van ez a nagyon híres mondat, I'm just one stomach flew away from my go weight. Ugye, yeah. um, miért ne használhatnád ezt a mondatot is, miután meg megfejtettük. Köszi Jack Nicholson, Tam az N betű ott volt a nyelvemen, köszi Edina. És akkor az utolsó, I'm having an old friend for dinner. Ugye ez a Silence of the Lambs, ugye a bárányok hallgatnak című filmből van. Na melyik mit jelent? Jó, fejtsük meg. És um, ez az utolsó, ez egy, I mean the pun, <laughs> ez egy szójáték is lesz, tehát ebben van egy szójáték is, ami, ami nyilván magyarul nem fog úgy kijönni, mint angolul, de azért, azért neki futunk, jó? Na nézzük akkor sorba őket, mivel a, az időm nagyon rohan, ezért most már én fogom őket akkor mutatni, Be lehet írni bátran. Ugye az első, Mama always said, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ugye, amikor Forrest Gump ezt mondja, Anyukám mindig azt mondta, hogy az élet olyan, mint egy doboz csoki. Sosem tudod, hogy mit találsz benne. Szerintem ez egy gyönyörű mondat a filmben, és uh, uh, írod is írtátok közben, ti is, Jodi is, szuper. Uh, sosem tudod, hogy mit, mit kapsz, ugye, benne. Aztán a... Ami érdekes, ez a, ez a második nyelv tanilag Jack Nicholson uh, filmben, ugye az As Good As It Gets-ben, amikor mondja, hogy You Make Me Want to Be a Better Man. Um, tehát ez a Make Me Something, but a Make You Make Me Happy, ugye valamilyenné teszel, valamilyenné uh, válok gyakorlatilag általad. És amikor azt mondom, hogy You Make Me Want to Be a Better Man, egy picit, szebb fordításban, tehát nem tudod ezt nyersen, szó szerint lefordítani, nem lesz értelme, úgy, úgy, úgy adnám vissza, hogy a hatásod miatt jobb ember akarok lenni. Tehát ugye, you make me a better man, ha csak ennyit néznénk, akkor te jobban, jobb emberré teszel engem, de mivel benne van ez is, hogy want to be, én, én akarok jobb emberi válni általad, ugye? És akkor így egy picit szebb fordítás, a hatásod miatt jobb ember akarok lenni. Zsodi, az előzőről, hogy nem tudhatod, mit találsz benne. Wow, ez nagyon szép fordítás, ügyes, ügyes. Jó, és akkor nézzük a, az utolsó előttit is. Mutatom. Ugye ez a, az ördög prádát viselben, amikor mondja, hogy I'm just one stomach, flew away from my go-wait. Um, Emily mondja ezt. Um, amikor beszél arról, hogy ugye le akar fogyni, mert ugye menne Párizsba, ugye arra a híres kiállításra, és oda ilyen nagyon kis fit csini babák, vékony csini babákat visznek magukkal, és hát ugye ez a stomach flu uh, vicces ebben az esetben, mert ugye ez a, ez a gyomorbélhurut, igen, én kicsit úgy fordítottam le, hogy gyomorfertőzés, de abszolút lehet, hogy a magyarba a bélhurutat mondanak, de ugyanaz, így van. Um, már csak egy gyomor hurut nyira, vagy gyomor feltőzés nyire vagyok az álom Ugye my go wait egy, egy érdekes frázis lehet ez akár a nőknek, biztos nem a férfiaknak, de miért ne? Nekem tetszett, úgyhogy gondoltam, megosztom ezt is veletek. És közben írt a Jodi, de jó ez is, miattad akarok jobb ember lenni. Így van, így van, az, az még szebb fordítás. Látjátok, milyen frappán sokat írtok ti is. itt most az is a feladat, hogy miután megfejtettük, hogy melyik mit jelent, akkor ezeket kezd is el használni. És akkor itt a vége, az utolsó, ami szerintem nagyon poén, hogy uh, ugye a filmben is, uh, hiszen, hiszen Hannibal egy, egy kannibál, ugye, ezt a szót kerestem, ezért uh, vicces, akkor ő ezt mondja, hogy I'm having an old friend for dinner. Miért vicces? Azért, mert ugye alapvetően a hevige, az birtoklást fejez ki, ugye? Ha azt mondod, hogy I have an old friend, van egy, van egy, van egy régi barátom, ugye? Na most, amikor ezt folyamatos jelenben használod a heavy gate, akkor az általában kifejezésben van have dinner, vacsorázni. Tehát A verzió, és itt van a pan, itt van a szójáték bennem, az az, hogy úgy értelmezzük, és mi se tudjuk pontosan egyértelmű, kannibálként abszolút erre is utalhatod, hogy egy régi barátomat eszem vacsorára, ugye? I'm having an old friend for dinner. Mert ugye have something for dinner, ugye? Egy régi barátomat eszem meg vacsorára. De persze azt is jelentheti ez a mondat, hogy I'm having an old friend coming for dinner, és a coming ha kihagyjuk, akkor is a kontextusból az adott helyzetben, ha egyértelmű, akkor az azt is jelenti, hogy egy régi barátom jön át vacsorára, ugye? Nem egyértelmű, hogy melyiket gondolja, melyiket which he means, na itt a mean, hogy melyikre gondol, de, de vicces, úgy gondolom. Na, hát remélem, hogy tetszettek ezek a kifejezések. Írjátok meg, hogy tetszettek. Volta -e olyan, amire nagyon-nagyon rácsodálkoztatok, hogy úristen, ennek ez a megfelelője. És ahogy mondtam, bátran. Iratkozzatok fel a hírlevelünkre, ha még nem tettétek meg, és nem kell kiegyzetelnetek a, a videót, hiszen ezeket a frázisokat, idézeteket el fogjuk küldeni hétfőn a hírlevél feliratkozóinak, úgyhogy mindig aktuális e-mailben. És hát a rossz hírem az, hogy ez volt az év utolsó élője a csoportban hiszen most már egy picit a december elindult nekem is a, a egy kicsit sűrülnek, de a jó hír az, hogy folytatjuk januártól, természetesen ki fogom majd rakni az időpontot, és ami fontos az, hogy két dolog még, mint hír, hogy ha tetszett ez a, ez a megközelítése a film megből való kifejezésekkel, való tanulással, akkor írjátok meg, hogy, hogy tudjam, hogy akkor tényleg legyen második része, januárban akár. És a második pedig az, hogy majd figyeljétek jövő héten itt a csoportban is, illetve a hírlevélben is az infókat, mert hogy egy karácsonyi akciót fogunk indítani, hirdetni, Meglepikkel készülök, nem árulhatok el többet, de, de tetszeni fog szerintem sokatoknak, lesznek benne újdonságok is, úgyhogy ezt majd jövő hét péntektől itt már meg fogom osztani veletek. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, csodálatos decembert mindenkinek, sziasztok!